Idén is megtartotta nyílt napjait a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. A 8-os diákok és kísérőik november 20-án és 21-én látogathattak el városunk középiskolájába, hogy érdekes előadások és bemutatók keretében kapjanak információkat a választható képzésekről. November 20-án és 21-én tartotta meg a hagyományos nyitott kapuk napját a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. A látogatók ebben az évben is betekintést nyerhettek az iskola képzéseibe, megtekinthették a választható szakmákat, azokról információkat kaphattak, előadásokat hallhattak a két nap során. Nagyon nagy nap ez az iskolánk számában, hiszen a jövő nemzedéket várjuk ide az iskolánkba. Nagyon nehéz a választás a jelentkező diákok számára, hiszen ezzel a jelentkezéssel, amivel megválasztják azt, hogy az életükben mi az, amivel szeretnének majd foglalkozni, mi lesz a hivatásuk, miből szeretnének megélni, azt most döntik el. Tudunk kínálni gimnáziumi képzést, szakgimnáziumi képzést, szakközépiskolai képzést a jelentkező diákok számára, és számos programmal készültünk a számukra a mai nap folyamán. A nevünk már be is mutat bennünket a képzési formáinkat illetően. Három fő képzési formánk van. Ezek a gimnáziumi képzésünk, ahol azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik jó tanulmányi eredménnyel rendelkeznek, és motiváltak a tanulás iránt, és szeretnék tanulmányaikat tovább folytatni felsőoktatási intézményekben, főiskolákon, illetve egyetemeken. A gimnáziumi képzésben első idegen nyelvként választható az angol vagy a német nyelv, második idegen nyelvként a 9. évfolyamtól a német, az angol, francia, olasz, orosz vagy a latin nyelv is választható. Népszerű nálunk az olasz nyelv is, illetve az orosz nyelv is, tehát ilyen képzéseink is vannak. Nagyon sok szakkörre, sportkörre van foglalkozásokra, nyelvvizsga előkészítőre lehetőség itt az iskolában. Megemlíteném a Lépj előrébb az életben nevű pályázatunkat, ahol nyelvi képzést tartunk a jelentkező diákok számára. 30 fő tanulószerződéssel rendelkező diákunk van, akik járnak ezekre a képzésekre, viszont mások is, más tanulók is mehetnek, részt vehetnek ezeken a képzéseken. Ez heti 2 órában tartjuk, teljesen ingyenes a diákok számára, és igen komoly nyelvi felkészítést kapnak, tehát elmehetnek nyelvvizsgára is a végén. Ferencik György tagintézmény vezető helyettes köszöntő beszédét követően Gali Zoltán, az informatika munkaközösség vezetője tartott előadást. Gondolom mindenki tudja, az informatika talán a legjobban fejlődő ágazat korunkban. Több ezer munkahely várja az informatikusokat, akiket remélhetőleg mi is képezünk itt. Ez az a szak, amelyik 25 éve töretlenül minden évben képez diákokat, folyamatosan, és remélem, hogy a jövőben is. 4+1 éves a képzésünk, 4. év végén érettségivel együtt irodai informatikus szakmát lehet szerezni, ami úgy gondolom, hogy már magában is egy elég jó szakma, illetve 5. éven számítástechnikai rendszerüzemeltetők lehetnek a diákjaink. Tagja lettünk tavaly előtt a Cisco Akadémiának, úgyhogy diákjaink egy nagyon elismert, világszerte elismert képzésben vehetnek részt, Cisco Akadémiai hallgatók lehetnek. Emellett, hogy hálózatüzemeltetőket képezünk, a tananyagunk elég tartalmas és mással is foglalkozunk, például elég mélyen tanuljuk a programozási ismereteket, amiket most ugye 4 hónapos képzéseken képeznek felnőtteket, mert annyira hiány szakma. A hálózatok, ez az alapszakmánk lenne, ugye szinte már minden háztartásban működik egy hálózat, ha más nem egy wifi hálózat, ugye a tévé, telefon, számítógép össze van kapcsolva. Tanulóink megtanulják ezeket nem csak kezelni, hanem beállítani is ezeket az eszközöket. Csinálunk wifi hálózatokat, konfigurálunk eszközöket, amiket majd a későbbiekben lehet is majd látni.
Ferencik György kihangsúlyozta, a helyi középiskolának több előnye is van. A diákoknak nem kell utazniuk, az így megmaradt szabadidőt pedig hasznosan tudják eltölteni. A mi iskolánk ugyanolyan iskola, mint a környékben lévő összes többi iskola, sőt, nagyon szép eredményeink vannak. Széles a képzési kínálatunk, nagyon sok és szép versenyeredményünk van, amire igazán büszkék lehetünk. És azt szeretném hangsúlyozni, hogy a helyi iskola az számos előnnyel bír a távolabbi iskolákkal szemben, hiszen oda el kell utazni, be kell minden nap járni, ott a helyi közlekedést meg kell oldani, esetleg kollégiumba kell költözni. Ugyanakkor itt helyben ez több óra előnyt is jelenthet a diák számára, amit ezt a 3 óra pihenés vagy plusz időt is akár pihenéssel töltheti, vagy felkészüléssel, és az eredményben mindenképpen jelentkezni fog, hogyha ezt a plusz 3 óra hosszát tanulással vagy pihenéssel töltik a diákok. Az iskola diákjai idegen nyelvű műsorszámokkal készültek, melyeket az előadások után tekinthettek meg a 8-osok és kísérőik. A körzetünk az igen széles, tehát még a nyírségből is vannak tanulóink, környező településekről pedig mindenhonnan jönnek hozzánk nagy számban diákok. A mai, illetve a tegnapi nyitott kapuk napja rendezvényünkön is ők megjelentek, tehát regisztráltunk mindenkit, akik érkeztek. Összegezni fogjuk majd a látogatókat, illetve a látogatók számát. Tegnapi nap több mint 100 diák jelent meg. Nagyon fontosnak tartják a diákok azt, hogy tudják azt, hogy mit fognak választani. Tehát meg szeretnék ismerni a szakmákat, illetve a képzési kínálatokat is, hogy ha valaki például főiskolán vagy egyetemen szeretne tovább tanulni, akkor neki gimnáziumba kell menni, vagy szakgimnáziumi képzésre kell jelentkezni, és ezek a képzések után is nagyon-nagyon érdeklődnek, illetve a szakmai képzéseket is nagyon szívesen megtekintik. A nyílt nap hátra lévő részében az érdeklődők beülhettek a tanórákra, valamint a szakmákhoz kapcsolódó bemutatókon vehettek részt. A gimnáziumi képzés is rendkívül nagy hangsúlyt fektetünk. Ezt a képzést elsősorban ismertetéssel tudjuk a számukra elmondani, hogy mit is jelent a gimnáziumi képzés, illetve nagyon sok látogatható óra is lesz, ahol a diákok most bemehetnek, betekinthetnek abba, hogy milyen iskolai élet folyik itt nálunk a tanítási órákon. Erre a kollégáink rendkívül nagy szeretettel, odaadással, törődéssel készültek, hogy olyan órákat tudjunk mutatni, ami látványos, illetve vonza a diákjainkat.
Karas Ferenc gimnáziuma, szakgimnáziuma és szakközépiskolájának bemutató kisfilmje megtekinthető a tagintézmény YouTube csatornáján. Idén már másodjára vették birtokukba az extrém kerékpárosok a Gellér Sándor sportcsarnokot, hogy a nehezebbnél nehezebb pályákon mérjék össze tudásukat. Az extrém bike day-re nem csak az országból, hanem a határon túlról is érkeztek versenyzők. Helyszíni tudósításunk következik. Immár harmadik alkalommal adott otthont Püspökladány november 25-én az Extreme Bike Day elnevezési sportversenynek, ahol az ország legjobb extrém kerékpárosai képviseltették magukat. A Gellér Sándor Sportcentrumban különféle nehézségű pályák várták a bátor versenyzőket, s a triál mellett az egykerekűsök és a BMX flatlandesek szintén megmérették magukat. Az esemény ezúttal is a debreceni Jóbringázni Kerékpáros Sportegyesület, illetve a helyi triálosok együttműködésében valósult meg, a Magyar Kerékpáros Szövetség és a helyi önkormányzat támogatásával, illetve nagyon sok egyéb segítség is érkezett, mondta Víg Tamás szervező. Ez a rendezvény a szakák és az önkormányzat támogatásával jött létre első külön, másodkülön rengeteg vállalkozó segített, hogy létrejöjjön ez a nap. Nagyon hálás vagyok tényleg mindenkinek, hogy már elénk álltak. Én úgy érzem, megint csak azt tudom elmondani, amit februárban is mondtam, hogy úgy érzem, hogy Ladány mellettünk áll, és ennek nagyon örülünk. Ezelőtt 3 hónappal álmodtunk egy nagyot, és én úgy érzem, hogy megléptük. Én úgy érzem, hogy az a csapat, akikkel együtt dolgozhatok, az egy nagyon kiváló csapat, én nagyon hálás vagyok, hogy ennek a csapatnak a része lehetek, és hogy bíznak bennem. Én elégedett vagyok. Az eseményt Bodó Sándor, foglalkoztatás politikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkár nyitotta meg, aki elismerően nézett körül a versenyzőkön, s hangsúlyozta, hogy kitartás és bátorság kell ehhez a sportákhoz. Sportos, jó reggelt! Ezen a jeles alkalommal itt Püspökladányban immár 3. alkalommal, hiszen a triál országos bajnokság versenyére gyűltünk itt ma össze, és hát ahogy kedves barátom mondja, a versenyzők száma már több mint 60, akik megérkeztek. Bodó Sándor vagyok, a térség országgyűlési képviselője, és öröm számomra, hogy ez a sportág is itt a mi világunkban egyre és egyre népszerűbb. A kerékpárosok népes családját ismerjük a hétköznapokból, de hát önök azért egy egészen más műfajt választottak. Olyan ügyességet, olyan kitartást, olyan szorgalmat vélek felfedezni ezekben a mozdulatokban, ami mindenképpen példaértékű. Én azt kívánom önöknek, hogy sikeresen versenyezzenek a mai napon, érezzék jól magukat itt a városban, és térjenek itt vissza máskor is. További sok sikert, jó egészséget, balesetmentes versenyt kívánok. Köszönöm szépen! Bodó Sándor a megnyitó után elmondta, hogy számára a vagányság és a fegyelmezettség egyidejű jelenléte a sporták képviselőiben nagyon szimpatikus tulajdonság. Fontos az, hogy ők találják, hogy mivel töltik a szabad idejüket. Lehet persze ilyen mindenféle felnőtt ajánlást tenni, hogy tessék rendesen sportolni, meg jól viselkedni, de hát az ő világuk mégiscsak már egy kicsit külön világ. Egy kicsit vagánynak lenni, ugyanakkor fegyelmezhetnek, ez éppen számomra egy szimpatikus viselkedési forma. Amikor ezzel a triál sportággal ismerkedtünk, mindig azt jutott eszembe, hogy szinte hajmeresztő vállalásokat tesznek a kerékpárjukkal, de egyértelműen tűnik az is, hogy olyan fegyelmezetten is és begyakorlott mozdulatokkal teszik azt, ami mindenképpen egy szimpatikus sportteljesítmény. És hát ha a városban ilyen igény van, ilyen sok a sportág barátja, akkor mindenképpen méltó és kellemes feladat házigazdának lenni. Az önkormányzat nevében Petőné Pap Margit tanácsnok örömét fejezte ki, hogy egy ilyen rendezvénynek adhat otthont a város, illetve támogathatják a tehetségeket. A fiatalok számára egyfajta megmérettetés ezen a versenyen való részvétel, és program is azoknak, akik úgy gondolják, hogy a hétvégét mondjuk itt a városban szeretnék úgy eltölteni, hogy egy rangos rendezvényre is kilátogatnak. Természetesen maga ez a verseny egyfajta tehetséggondozás, hagyományteremtés, és maga az, hogy ezt egy ilyen fiatal sportoló tudta városunkban megszervezni, arra is rámutat, hogy pezsgő élet, akár sport, akár kulturális élet folyik nálunk. A versenyzőknek végig kellett járniuk az egyes helyszíneket, s a tőlük megszokott fegyelmezettséggel kezelték bringáikat. Mielőtt még a pályákra léptek volna, megkérdeztük, mit várnak a mai naptól.
évelején megrendezett püspökladányi versenyen én lettem a junior kategóriában az első helyezett, és elit kategóriában a második helyezett. Ugye ez februárban történt, azóta mi történt veled, milyen versenyeken voltál? Szerencsére nagyon sok versenyre sikerült kijutnom a magyar kerékpáros válogatott tagjaként. Itt kijutottam például Kínába a világbajnokságra, itt a junior kategóriában a hatodik helyezést szereztem meg, ezen kívül nagyjából két európai világkupán is részt vehettem, itt is olyan középkategóriát sikerült elérnem, de itt nem volt junior kategória, úgyhogy a felnőttek között kellett indulnom. És a mai naptól mit vársz? Nagyon bizakodó vagyok, szerintem ez az Extreme Bike Day nagyon jó lehetőség, így év vége felé, mikor már hideg van kint kerékpározni a triál kerékpárosoknak, nagyon jó lehetőség. Emellett a pályák nagyon jól vannak megépítve, nagyon jól vannak összerögzítve, az összeállítás is nagyon szuper, ezt Vig Tomi kollégánk nagyon-nagyon profi megcsinálta, nyilván azért, mert ő is triálos, és szerintem nagyon szuper rendezvényt hozott össze. Elég sokat dolgoztunk a pályákon, úgyhogy jó, izgalmas lesz a verseny, meglátjuk, hogy milyen eredmények lesznek, én azért bízok benne, hogy mindenki jó élményekkel tér majd haza, ugye ez a legfontosabb. Azt kell tudni, hogy nálunk is egy triál verseny lesz, csak egy kerekűvel, tehát mi is ezeken az akadályokon fogunk majd ugrálni, csak nem két, hanem egy kerékkel. Elszaladt a délelőtt, lassan minden versenyző végzett a pályákon, s leadta a kártyáját. Vig Tamás arról számolt be, hogy a 2018-ban második alkalommal megrendezett versenyre sokkal többen neveztek, mint februárban. Azt mondanám, hogy az eddigiektől ez nevezőszámban mindenképpen különbözik. Ezen kívül a pályáknak a változatossága az még változatosabb, mint ezelőtt. És én azt láttam, hogy kilátogató számban pedig sokkal többen jöttek ki, mint a februári versenyen. Akkor nagyon elégedettek voltunk, de úgy érzem, hogy már most bőven túlszárnyaltuk, mint februárban egész nap. Éppen a háttérben az egykerek külsők és a BMX pretendesek bringáznak. Most mentek le a triálosok, délután kezdődik a profi kategóriában a triál, és utána lesz egy szuper döntő. A jövőben mindenképpen azon vagyunk, hogy ennek minden jobb tradíciót teremtsünk Magyarországon. Igyekszünk azon dolgozni, hogy ne csak püspökladányiak jöjjenek ki, ne csak püspökladányt érjük el, hanem a környező városokat, Hajdú-Bihar megyét. Úgy érzem, hogy versenyző számban a magyar versenyzők között már nem tudunk e fölé szállni. Tehát most már elmondhatom azt, hogy nagyon-nagyon sok magyar versenyző van, szinte mindenki. Itt van, aki számít. El kell kezdeni nyitni a külföldi versenyzők felé és a többi város felé. A rendezvényen természetesen jelen volt Cibere Gyula is, a Magyar Kerékpáros Szövetség triál szakág vezetője, aki elmondta, teljesült az álmuk, hiszen hagyományt teremtettek Püspökladányban az Extreme Bike Day-jel. Már a legelső rendezvényel célunk is volt, hogy hagyományt teremtsünk ezzel a rendezvényel. Itt nagy szerencsénk van, mert van egy nagyon jó versenyszervezőnk és egy nagyon jó önkormányzatunk, aki támogatja ezt a rendezvényt. Én úgy gondolom, minden feltétel adott, hogy sok-sok évig Püspökladány triál versenynek adhasson otthon. Ez egy nagyon jó sport is, és egy nagyon jó dolog sporton és a kerékpár sportok közül. Ez talán az egyik legjobb, amiben a fiatalok meg tudják találni önmagukat, és meg tudják valósítani a kreativitásukat. Úgy tudom, hogy lesz Püspökladányban hamarosan triál pálya is, egy állandó pálya, ahol lehet majd edzésekre járni, és ezzel párhuzamosan elindulnak az edzések is. Tehát én bíztatok mindenkit, hogy nyugodtan kezdjék el, ez egy remek sport. És
ugye láttam itt lányokat is. De ön szerint nekik ugye nehezebb a fizikumuktól függően ez az egész, vagy pedig nem függ ez attól? Jelen pillanatban valóban alapvetően több a fiú versenyző, mint a lány. De egyébként a külföldi tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyon sok lány is belekezd ebbe a sportba. A lányoknak, illetve a nőknek alapvetően jobb a koncentráló képességük, és ami ebben a sportban előny, hogy jobb az egyensúlyozó képességük is. Úgyhogy még hozhat meglepetéseket a jövő. Barta Nikoletta folyamatosan erősíti fizikumát a versenyekre, s elmondta, a technikai részek nem okoznak számára gondot, és igyekszik a legjobbat kihozni magából. Úgy érzem, hogy jól teljesítettem, jól eltalálták a pálya erősségeket, úgyhogy... És a délután további részében? Itt maradok természetesen, és figyelem a többieket, most kezdődnek majd a még erősebb kategóriák, úgyhogy kíváncsian várom. És hogy érzed egyébként, hogy nő létedre nehezebb, mint a pasiknak? Ez jó kérdés, mert a technikás részek azok természetesen nem, viszont vannak olyan gyakorlatok, amik viszont igénylik azt, hogy legyen meg az a fizikumom, az az erőm, ami nekem még nincs meg, de hát kondizok, úgyhogy igyekszem én is elérni azt a teljesítményt, amit a férfiak. Ábrahám Róbert youtuber is ellátogatott a rendezvényre, s elárulta, eddig nem volt még ilyen jellegű versenyen, de nagyon felkeltette az érdeklődését. Abszolút először járok ilyen rendezvényen életemben. Amit eddig láttam, én nemrég érkeztem egyébként a rendezvényen, amit eddig láttam, az nagyon tetszett, különösen amit ott a felnőttek csináltak. A fiatalabb srácoktól még túl sok mindent nem láttam, de ez azért van, mert nemrég érkeztem, és mondták a szervezők, hogy pont előtte volt valamilyen ilyen junior esemény, amiről sajnos nem maradtam. Eddig az élményem az teljesen pozitív. Tehát nem tartom azt kizártnak, hogy a jövőben viszont fog érdekelni ez a dolog. Tehát tetszik maga a sportág, amit látok, nekem abszolút pozitív élmény. Az eseményre nagyon várták a szervezők, illetve a résztvevők a Hősök nevezetű zenekart, akik sajnos betegség miatt nem tudtak eljönni, de az Extreme Bike Day mégsem maradt hősök nélkül, hiszen minden bátor versenyző a lehető legjobban teljesített, s elnyerték méltó jutalmukat. Mozgalmas két évet tudhat maga mögött az elhagyott állatokért első Sáréti Regionális Egyesület. A 2004-ben létrejött szervezet új, nagyobb és komfortosabb helyre költözött, és folyamatosan dolgoznak azon, hogy minél jobb körülmények között éljenek az általuk befogadott elhagyott állatok. November 23-án került megrendezésre az évvégi záró estjük, melyen megosztották velünk az elmúlt időszak legfontosabb eseményeit, és köszönetet mondtak mindazoknak, akik önzetlenül segítik a menhely életét. Az elhagyott állatokért első Sáréti Regionális Egyesület megtartotta évzáró rendezvényét. Az elmúlt két év mozgalmasan telt az egyesület életében, hiszen új helyre költöztek, és folyamatosan dolgoznak, fejlesztenek, hogy az elhagyott állatok semmibe se szenvedjenek hiányt.
Már 2 év, hogy az építkezést elkezdtük, már nagy mértékben olyan 95%-ban be is fejeztük, már most végeztünk az építkezéssel, és ugye következett itt lassan a december, és úgy döntöttünk, hogy van egy pár ember, akinek a támogatását meg szeretnénk valami úton, módon köszönni, és ezért gondoltuk, hogy egy ilyen kis szerény vacsorával meglepjük a segítőinket, és most itt vagyunk végül is. Mi tavaly elkezdtünk építeni a keneleket, a irodát, az orvosi szobát, ezeket a helységeket. Véglegesen ebbe az évbe tudtuk befejezni, ebben az évben lett kész teljes mértékben a szennyvízrendszer, az orvosi szoba és a különböző helységek ebbe az évbe lettek teljes mértékben készek. Az egyesület munkájához nagyban hozzájárulnak a támogatók, segítők, akik rengeteg segítséget nyújtanak a teljes létszámmal üzemelő Mellhelynek. Van egy pár támogatónk, akik nélkül azért nagyon sok, szóval azért maga az egyesület nehezen tudna működni. Köszönetet fogom mondani Fekete Témának, ő az egyesületnek a kutyakozmetikusa, akármikor szóltunk neki bármilyen segítségre, azonnal jött, segített, megnyílt a találcsimbókos kutyát is. Köszönetet mondunk Kenéz Ildikónak. Ildikó csinálja az egyesületnek a honlapját, azért halad az egyesület, azért vannak esetleg támogatónk, vagy kutyafotókat tudunk felrakni, és akkor ugye itt az egyesület oldalát teljes mértékben Kenéz Ildikó csinálja, illetve köszönetet fogunk mondani dr. Polgár Imre általános úrnak az önzetlen segítségéért. Nagyon sokat segít nekünk az állatoknak a gyógykezelésében. Az eseményen először Jó Attilánné köszöntötte a megjelenteket, majd egy képbemutató került levetítésre, amelyen az elmúlt 2 év munkálatai egészen a kezdetektől lettek bemutatva. Itt a második épületnek ugye a felújítása már megtörtént, a tetőszerkezetet újra kellett ráépíteni. Itt van a tetőszerkezet, amit ugye szintén mi próbálkoztunk ott helyrehozni. Hát itt az zárt szennyvízrendszernek a szennyvízaknája található. Ezt ugye 3 szennyvízaknál raktuk a területre, 3 különböző helyre folyik be a szennyvíz. Itt felfinált a vízkartonozás utáni munkálatok folynak. Hát ugye én nézett ki, mikor nagyjából felhozottuk azt a víz munkalócelt. A vetítés után Jó Attilánné köszönetet mondott a Mellhely életét önzetlenül segítő embereknek, akiknek egy emléklapot adott át. Kenéz Ildikót ugye azt megemlítem, hogy nagyon sokat segít az egyesületnek a weblapján. Ő csinálja. Tímea, Fekete Timi. Nagyon sokat segít nekünk, nyírja a kutyákat. Van neki egy új kutyakozmetikája. És csináltunk oda egy plakátot, át szeretnénk neki adni. Mert annyi kutyát megnyitette, hogy egy ilyen plakát érgerül annyiban. Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy a mindenki Kalács bácsia, a panzióban jól mutatná egy plakát. Akkor legyél szíves! Már családtagnak számít az nálunk. Úgyhogy örök posztor. Nem az olyan lép. Nem az olyan lép. Csak a plakát hallottál róla, hogy hát amit meg akarunk említeni, az egyetlen egy doktor úr, igaz, hogy én is doktornak hívom magamat, de ő igazából a doktor, nem én csak ilyen ötleteim vannak amúgy, de nem biztos, hogy úgy van. Ezért ugye doktorok is át szeretnék adni egy plakátot. A rendelőben szerintem jól mutat amúgy. Isten igazából, amúgy őszintén egy ritka egy állatorvos, nem az ő zsírozza, mint amúgy, de... Ezt szerintem neked kéne a nevednek itt lenni, hogy köszönjük, hogy vagy. Szóval nagyon sok mindent hall ugye neten az ember, ugye, hogy így az állatos, meg úgy az állatos, hogy segítsél, mit tudom, ő viszont nekünk igazából segít. Köszönjük. Igen, és ön is. Hát köszönjük. Polgár Imre állatorvos is önzetlenül segít az elhagyott állatokon. Kameránknak elmondta, hogy mely sérülésekkel, megbetegedéssel kerülnek be legtöbbször az állatok a Mellhelyre.
Leggyakoribb talán az, hogy a kulnas terjesztette babézia, most ami, illetve a szúnyog terjesztette szívférgesség, ami a, hát nem csak a kóborebeket, hanem összességében az ebeknek a legfontosabb betegsége manapság. Fiatal állatoknál a parvó vírusos bélgyulladás, illetve a giardiák okozta bélgyulladás az, ami úgy jellemző. Ezeket többé-kevésbé elég jól lehet kezelni, viszont a másik két betegséget inkább megelőzni kellene. Tehát ezekkel kerülnek be. Nagyon kevés, hál' Istennek most már az olyan kutya, ami tényleg balesetes. Elütötték, törött láb, leesett valahonnan, felszakadt a hasfala, ezek ritkábban jönnek be. Fontos kiemelni, hogy a felelős állattartás többet jelent annál, hogy ételt és italt biztosítunk kedvencünknek. Hatalmas felelősséggel jár, hiszen elkötelezettséget, időt és anyagi áldozatot követel. Hát a felelős állattartás eleve ott kezdődik, hogy el kell dönteni, hogy tényleg akarunk-e a családba egy újabb tagot, egy kutyát, milyen kutyát tudunk ellátni, azt el tudjuk ellátni. Itt a méreteket, fajtát át kell gondolni, hogy mit választ az ember. És akkor ezek után jön az, hogy ha felelősen gondolkodok a saját kis állatom iránt, mint a saját gyermekem iránt, akkor ugyanúgy elviszem orvoshoz, ott megnézetem, hogy egészséges-e, a szükséges védőoltásokat beadatom neki, a szükséges kezeléseket elvégzem, és nem várok azzal, hogy egy-két napot akár, vagy hetet, hogy majd-majd meggyógyul, hanem minél hamarabb orvoshoz kerüljenek az állatok. Tehát itt kezdődik az, hogy felelősséget vállalok az állataimért. Amely helyen a munkálatok a 2019-es esztendőben is folytatódni fognak. A fejlesztés az sosem áll meg, mindig vannak újabb dolgok, amiket kitalálunk. Hát ugye különböző, végülis igazából annyira még nem gondoltunk erről a jövőre, hogy miket kell még fejlesztenünk, de ugye amiket eddig megcsináltunk, azokat szeretnénk majd szinten tartani, és ha van rá úton, módon akármilyen lehetőség, akár pályázati pénz, vagy akár támogatás, vagy esetleg ilyen adományok, ugye mindig fejleszteni szeretnénk. Próbálunk ilyen pályázatokat írni, most is van bent több pályázata az Egyesületnek, hát az mikor a jövő zené, hogy esetleg nyere vagy nem. Aztán ha nem, akkor lépünk tovább másik útvonalon, de valamit tervezünk, szóval úgy fogjuk feladni, nem adjuk, minél több kutyát szeretnénk megmenteni, és ugye mindig előre nézünk. A 13. század eseményei Kihalt az Árpádház címmel rendeztek irodalmi vitaestet a Kecskés Gyula Városi Könyvtárban. Az esemény előadója dr. Biges Szabolcs, opponense pedig ifjabb Györfi Lajos volt. A következő percekben az erről készült összefoglalónkat láthatják. November 8-án az Irodalmi Kávéház szervezésében került megrendezésre a 13. század eseményei Kihalt az Árpádház témájában tartott vitaest. A Kecskés Gyula Városi Könyvtárban tartott eseményen dr. Bige Szabolcs informatív előadásával kalauzolta vissza a megjelenteket a 13. század történéseibe. Mai előadás az Irodalmi Kávéházban dr. Bige Szabolcs doktor úr keresett meg engem, illetve Györfi Lajos tagintézőnyezeti urat a Karas Ferenc Múzeumból, hogy mi lenne itt helyet adnánk, és az Irodalmi Kávéház keretében ugye az Árpádházzal kapcsolatos előadását megtartaná. Ezt örömmel vettem, hiszen doktor úr tényleg jó a kapcsolat, ő a kezdetektől az Irodalmi Kávéház tagja, és több előadáson is részt vett, de több előadást is kezdeményezett, mint például úti beszámolókat, tehát Itáliában járt többször, arról egy vetítőképes előadást tartott gyógynövények témában. Meg én úgy gondolom, hogy fontosak azért, ez egy olyan kis nem bejegyzett társaság, ami havonta összeülünk, és nem csak doktor úr, hanem volt több tagunk, aki akár egy kis saját úti élményeiről, akár olvasmány élményeiről beszélgetett. Dr. Bige Szabolcs kameráknak elmondta, hogy honnan jött az ötlet, hogy erről a témáról tartson előadást az Irodalmi Kávéház vitaestjén.
Régóta már piszkálja a csőrömet, hogy így mondjam, ez a téma. Kollégámmal sokszor beszélgettünk róla, mert rengeteg sok kérdés, nyitott kérdés van, amit jól lenne egyszer majd megválaszolni. Persze nem az én tisztem, hogy ezt megtegyem, én csak felteszem ezeket a kérdéseket és gyanúkat, és akkor vannak erre szakavatott történészek, kutatók, akiknek hát, ha kinyitom a szemét vagy a fülét, hogy erre a témára rákapcsolódjanak és tisztázzák ezeket a kérdéseket. Az Árpád ház leszármazottai lehet, hogy még ma is élnek közöttünk, már nem ismerjük őket. Az ő szerencséjük, mert biztos a dinasztikai okokból biztos, hogy elhallgattatták volna őket. Az utolsó előtti Árpádházi királyunk IV. László volt, akit Kun előkelők az embereikkel rárontva a saját sátrában öltek meg. Egy-két kérdést a gyilkosok neve is felvetett. Ez a képes krónikából van ez a kép, azt mutatja, hogy Kun László a sátor alatt fekszik megölve, meggyilkolva, mellette vannak a gyilkosai éppen, meg rá, oda néznek, hogy vajon tényleg meghalt-e, mielőtt eltávoznának. Tudjuk, hogy kik ezek, állítólag tudjuk, a három nevet, illetve négyet említ a irodalom. Árbóc, Törtel, Kemencs vagy Kemence nevű. Mindjárt, amikor ezeket a neveket megtaláltam, kétségek merültek fel bennem a nevekkel kapcsolatban. Nem piszkálódásból, de valahogy nem éreztem valódinak a neveket. Árbóc mi az, hogy árbóc? Magyarországon 1200-ban árbóc. Hát nem voltak akkor vitorláshajók, nem vagyunk tengeri nép. Nem voltak még zászlótartók se, legalábbis nem említ a írás ilyen abból az időből árbóc. Tehát értelmetlen név. Még egy falu is van ilyen nevű falu. Na, egy kicsit megpiszkálva kiderült, hogy az árbóc, mint szó, törökül, görögdinnyét jelent. Watermelon angolul. Románul is harbuz. Ma is úgy hívják a keleti ország részen a volt Kumánia területén élő románok. Az este opponense Györfi Lajos történész, a Karacs Ferenc Múzeum tagintézmény vezetője volt. Az én feladatom az lesz, hogy Bige doktor úr fogja előadni a 13. század rejtelmeit számára fontos kérdéseket is, hogy mit gondolja az Árpádház kiválásáról, illetve tanulmányai, olvasmányai során milyen ismeretekre tette erről szert, és az irodalmi kávéhez megkért engem, mint történészt, hogy vegyek részt az eseményen is, mint opponens, illetve mint a vitát elindító személyként vegyek részt ezen az eseményen. Említetted még, doktor úr, a neveket, ezeket a kun neveket. Ez nekem is nagyon gyanús volt, ez az árbóc, tehát meg ahogy mondod, a törökből eredett, a lengyelül is árbóznak hívják egyébként a dinnyét, a görög dinnyét. Igen. És nem vagyok nyelv zseni, meg nyelv szakértő sem, igazából csak a keresztnevek tárát ütöttem fel, gyorsan, hogy ő mit ír, és ott az árbócra egy kun eredeti magyar nevet ír, a törtelre is kun eredeti magyar nevet ír, és ott azt írja, hogy mit is, a nagy nép ura a jelentése a törtelnek, illetve négy gyermek apja. Ezt írta a keresztény. Én nekem ötnek olvasom győr. És ezt írja, magáról a Kemence névre én nem találtam utalást, Kemenes névnek hívja fel, Kemenesnek írja. Erdélyben van Kemenes család. Igen, és ez kavicsos, köves jelentéssel bír. Tehát maga a nyelvészet ezt úgy tart, hogy ezek kun eredetű nevek, és talán lehet, hogy ebben hiszek. De egyébként az árbóc, ahogy mondta, utól nekem is olyan gyanús, tehát nem nagyon vitorláztak annak idején sem a honfoglaló magyarság, sem a középkori magyarság, bár mondjuk éppen tengerünk volt, de azok sem nem a mi népünkre volt jellemző. Az előadás után az irodalmi kávéház tagjai kötetlen beszélgetés formájában a szokásokhoz híven folytatták összejövetelüket.
érzékelő, életet menthet. Szellőztessen rendszeresen. Ellenőriztesse fűtőberendezését, kéményét. Adjon esélyt az életre. Zenés áhítatra invitálta a Csenk Imre vegyes kar az érdeklődőket november 18-án a református templomba. A misével egybekötött zenés műsoron a püspökladányi kórus mellett több debreceni művész csoport is közreműködött. Jöjjenek a részletek! A Csenki Imre vegyes kar szervezésében zenés áhítatot tartottak a református templomban november 18-án. Miután mindenki elfoglalta helyét a padsorokban, elsőként Pelláni Ábrám Anikó református lelkipásztor köszöntötte az egybegyűlteket, akik ezen a novemberi vasárnapon a hűvös idő ellenére szép számmal jelentek meg a templom oltalmazó falai között, hogy fültanúi lehessenek az igehirdetéssel és gyülekezeti énekekkel kiegészített áhítatnak. A mai alkalmunk az egy zenés áhítat a Csenki kórus hagyományaihez híven minden évben Imre nap környékén a névadónk ünneplésére rendezünk egy ünnepi hangversenyt, ami most nem egy hangverseny, hanem egy zenés áhítat. Ez abban különbözik, hogy megkértük tiszteletes asszonyt, hogy vezesse a szertartást, így imádsággal kezdjük, tehát ez egy istentiszteleti alkalomhoz hasonló esemény lesz. Áldjad lelkem az Urat, és egész belsőm, gyakoroljad lelkem a hálaadást. Mert minél jobban beépül az életünkbe a hálaadás, akkor annál jobban kiszorul az életünkből a panaszkodás, meg az elégedetlenség, a morgolódás, meg a kötekedés, a rossz indulat. Nem marad hely, hogyha az egész belsőmet átjárja az Istennek szóló hálaadás. Az ige hirdetést követően sorra csendültek fel az áhítat lágy dallamai, köztük a 90. Zsoltár, Te benned bíztunk elejétől fogva a Csenki vegyes kar előadásában. Szűcs Magdaléna karnagy elmondta, a műsor repertoáriában természetesen elsősorban egyházi témákat sorakoztattak fel számos zsoltár feldolgozással. A fellépő kórusok énekeinek összehangolt egymásra fűzése szép ívet adott a műsornak. A zenés program folytatásában többek között a Csenki vegyes kar és a debreceni Széchenyi kerti református templomból érkezett Halleluja kórus közös produkcióját is meghallgathatták a pacsorokban ülők. Halleluja kórus mellett a szintén Debrecenből érkezett Vox Antiqua Kamara kórus énekei is átjárták a templomot. A kórus Kis Csaba vezényletével a perui quechua indiánok imáját adta elő.
A zenés áhítat legfiatalabb előadói a 10 éves Apró Levendulák, Nagy Henrietta és Zán Lili voltak, akik korábban az Aurin Leánykarral és a Kodály Kórussal is énekeltek már együtt. Szűcs Magdaléna karnagy elmondta, a Csenki Imre vegyes kar számára sűrű lesz a következő időszak. Püspökladányban legközelebb advent alkalmával láthatja őket a közönség. A Csenki kórusnak most több felkérése is van, ha jól emlékszem, Nagy Rábéra is szerepre is megyünk még idén, illetve fogunk még a katolikus templomban is énekelni adventi alkalomkor, illetve hát még bármikor bejöhetnek plusz felkérések, szoktak, de hát ami biztos, az a termál koncert, ami tavasszal lesz. Még a pontos dátumot nem tudjuk, de honlapunkon, a Facebookon és egyéb szóróanyagokban majd meg lehet találni, illetve készülünk Pestre, dalárünnepre, rengeteg minden vár ránk, és mi örülünk, hogy vagyunk, és ezeket csinálhatjuk. Az igazán hangulatos eseményen közreműködő Csenki vegyes kar, a Vox Antiqua Kamara kórus, a Halleluja kórus, az Apró Levendulák és Szűcs Magdaléna, valamint Kis Csaba karmesterek lélekemelő műsora alatt mindenki elcsendesedhetett egy hosszúra nyúlt pillanatra, hogy belső rejtekében hallgassa végig a megszólaltatott kompozíciók fohásszerű szólamait. A lelki feltöltődésként szolgáló áhítat az összkar záróáldásával ért véget. Legközelebb az adventi zenés áhítat keretében találkozhatnak és hallhatják a kórusokat december 9-én a reggeli mise részeként a katolikus templomban. Pánikrohamot minden tizedik ember átél élete során legalább egyszer, de a pánikbetegség a lakosság 2-4%-át érinti, nőknél gyakoribb. Nem mindig egyértelmű, miért alakul ki, azonban jól gyógyítható. Éppen ezért fontos, hogy a betegek még a betegség súlyosbodása előtt mielőbb segítséget kérjenek. Dr. Komoróczi Károllyal beszélgettünk. Teljesen normális dolog időnként aggódni és szorongani. A generalizált szorongásos betegségben azonban a beteg túlzott, irreális szorongással reagál a mindennapi élethelyzetre, ennek a hátterében pedig nincs azonosítható konkrét ok. A pánikrohamokat már az ókorban ismerték, a tüneteit pontosan leírták. 400 éve szerepelnek a pániktünetek az orvosi tankönyvekben, habár ezeket a múltbéli orvosok nem pánikbetegségnek, hanem például szívpolipnak vagy melankóliás rohamnak hívták. Hazai vizsgálatok azt mutatják, hogy háromszor annyi nő szenved pánikbetegségben, mint férfi, bármely életszakasz tekintve. A pánikrohamról és pánikbetegségről dr. Komoróczi Károllyal beszélgettünk. Az elmondható, hogy a nők körében gyakoribb a betegség, ez egy általános tendencia. Azt mondják, hogy élete során minden tizedik ember átesik egy-egy ilyen pánikrohamon, aztán, hogy ebből kifejlődik-e a betegség, az már egy másik kérdés. Talán azért lehet gyakoribb a hölgyeknél a betegség, mert a férfiak sok olyan stresszoldó módszert, vagy több olyan stresszoldó módszert ismernek, vagy gyakorolnak, amikkel le tudják vezetni ezeket a feszültségeket. Igazából a pánikbetegség az onnan ered, hogy a harcolj vagy menekülj
elv az, ami itt a legfontosabb talán. Ez okozza a stressz. Ennek a stressznek lehet egy jótékony hatása is, hogy felkészülünk valamilyen próbatételre, de a pánikbetegség azzal jár, hogy nincs ilyen próbatétel, vagy pszichés próbatétel van, tehát nem fizikai, és mégis kialakul a szervezetben ez a harcolj vagy menekül reakció. Ez azt jelenti, hogy szívdobogás érzés van, sokszor halálfélelemmel párosul a pánikbetegség, egyfajta rossz érzés keríti hatalmába az illetőt, szédülés, akár ájulás is lehet. Mindenképpen talán a szívdobogás, a rosszulét, a szédülés, esetleges ájulás ezek a vezető tünetek, de elég változatos lehet az előfordulás ennek a betegségnek, fájdalmak jelenhetnek meg itt-ott a szervezetben, ezek ilyen egyéni variációt mutatnak. Az, hogy a nők körében gyakoribb az előfordulási arány, ezt egy diagnosztizált arány jelenti. Nagyon sokan vannak úgy, hogy orvosi segítséget sem kérve, vagy téves diagnózissal élik mindennapjaikat. Ha a betegség nincs diagnosztizálva, előfordulhat, hogy a domináns férfi társadalom egy esetleges lelki panaszokkal küzdő nőt hisztisnek titulál. Ez a szívdobogás érzés, ezt mindenképpen érdemes komolyan venni, tehát ez kivizsgálást igényel. A pulzusát mindenki meg tudja mérni, akár tapintással is, itt a rádiusz csont fölött, de vérnyomásmérő is szerintem már majdnem minden háztartásban van. Ilyenkor, ha valamilyen rosszul létet érzünk, mindenképpen üljünk le, ez a legfontosabb, akkor nem tudunk elesni, szűnik a szédülés, mérjük meg a vérnyomást, és nézzük meg, hogy mennyi. A pánikbetegségben az a furcsa vagy a nehéz diagnosztikai szempontból, hogy nagyon sok más betegség is okozhat ilyen tüneteket. Tehát egy rosszul létet, egy szívbetegség is okozhat, egy magas vérnyomás is okozhat, egy keringési zavar is okozhat. Tehát ezek mind-mind hasonló tünetekkel járnak, mint ez a betegség. Tehát tulajdonképpen úgy tudjuk a pánikbetegséget diagnosztizálni, hogy kizárjuk a többi betegséget. Tehát ha azt látjuk, hogy ilyen tünetek előfordulnak, és az illető nem szívbeteg, nem magas vérnyomásos, nincsen idegrendszeri problémája, nincsen keringési zavara, akkor vetődhet fel a pánikbetegségnek a gyanúja. De ezt ki kell vizsgálni, és ezt alá kell támasztani olyan adatokkal, hogy tényleg neki nincsen más olyan szervi eltérése. Általában fiatalkorban kezdődik az első ilyen, úgymond roham, és az illető nem fogja tudni megmondani, hogy mi váltja ezt ki. Tehát ilyen szempontból akár egy epilepsziás rohammal is lehet például összekeverni ezt a dolgot. De az epilepsziánál például ott megvannak, hogy mi az, ami kiváltja, például a villózó fények, erős fények, de ott is szerepet játszhat a stressz. Tehát nagyon sok betegséggel lehet összekeverni, és nagyon könnyű valakire azt mondani, hogy hát ez biztos pánikbeteg, vagy biztos hiszti, bebizonyítani ezt annál nehezebb. Tehát csak úgy tudjuk ezt orvosilag igazolni, hogyha kizárunk minden olyan okot, ami esetlegesen felmerülhet, és csak hogyha tényleg nem marad más, akkor mondhatjuk ezt ki, hogy az illető pánikbeteg. Mint ahogy Komoróci doktor úr már említette, a nők körében a gyakori. Gyermekek körében is a lányoknál nagyobb a kialakulása. Ebben nagyban közrejátszik a nagyobb megfelelési kényszer, az elvárások felé hajlás, és ez megmarad felnőtt korra is. A statisztikák azt mutatják, hogy az első pánikrohamot a 20-25 éves életkorban élik meg a fiatalok. Mint mondtam, a hölgyeket gyakrabban érinti, egy családi genetikai halmozódás előfordulhat, és általában 24-25 éves kor előtt van az első ilyen tünet. Igazából a betegség maga nem olyan veszélyes, mert ezek a tünetek elmúlnak, enyhülnek. Az a veszélyes, ami utána következik, tehát amit okoz ez a pánikroham, magas vérnyomást okozhat, szívritmus zavar is előfordulhat, illetve azt megfigyelték, hogy az ilyen betegek hajlamosabbak az idegrendszeri betegségre, a pszichiátriai betegségekre is. Ez oda-vissza igaz. A pszichiátriai betegek is hajlamosabbak a pánikszindrómára, nehezebben tudják feldolgozni a stresszt, és ez az oka, hogy náluk ez gyakrabban előfordulhat. És azt is megfigyelték, hogy akinél előfordul a pánikbetegség, azoknál pedig gyakrabban fordulnak elő ezek a pszichiátriai kórképek. Az időben diagnosztizált betegség jól kezelhető, akár vénköteles, akár gyógynövénykivonatok formájával. Többféle kezelés van. Én azt mondanám, hogy minél hamarabb kezeljük, annál jobb.
illetve minél hamarabb felismerésre kerül, és minél hamarabb kezeljük, annál jobb. Van a gyógyszeres kezelés. A gyógyszeres kezelés elkülöníthetjük egy ilyen természetes, meg egy receptköteles gyógyszeres kezelésre. A természetesek ezek a macskagyökér, nyugtató teják, valeriána és gyógynövények kombinációja, ezek recept nélkül kaphatók. Ezek a klasszikus enyhe nyugtatók, illetve olyan esetben altató is lehet, hogyha például az éjszaka fordul elő valakivel. Hogyha ezek nem enyhítik a panaszokat, mindenképpen egyébként orvoshoz érdemes fordulni, de egyébként ezzel nem szokott gondolni, mert a betegek nagyon rosszul élik meg ezeket a rosszul léteket, tehát általában mindig orvoshoz fordulnak vele. Hogyha ezek nem megfelelő hatások, akkor jön szóval a gyógyszeres kezelés. Gyógyszeres kezelésnél pedig enyhe nyugtatókat alkalmazunk. Ami fontos, hogy elkülönítsük a pánikbetegséget a depressziótól, elkülönítsük a fóbiáktól. A fóbia az egyfajta ilyen rettegésnek mondhatnám, amikor annak van egy tárgya. Tehát mondjuk én félek a bogaraktól például. Akkor, ha egy bogarat a közelembe raknak, akkor én rosszul fogom érezni, magam szívdobogás érzésem lesz, akár szédülhetek is, rosszul leszek. Most a pánikbeteg is hasonló tétel, csak neki nincs egy olyan tárgy, egy olyan valami, amit oda raktak elé. Tehát ő nem tudja megmondani, hogy ő mitől van rosszul. Ebben különböznek a pánikbetegek a fóbiás betegektől, tehát ez egy fontos dolog. Az is fontos, hogy a depressziótól el tudjuk különíteni, vagy más egyéb pszichiátriai betegségektől. Sajnos a pánikbetegség és az alkoholizmus az is együtt szokott járni, tehát kéz a kézben, egyik a másik hatását erősíti, és ilyenkor már az öngyilkosság is gyakrabban előfordul. Tehát önmagában a pánikbetegség egy ártalmatlan dolognak tűnhet, de nagyon sok más betegséggel tud összekapcsolódni, nagyon sok más betegséggel ronthatja az egyén állapotát, és leginkább az életminősége az, amit rontani fog. Az ilyen betegek sokszor félnek elmenni valahova, mert félnek attól, hogy rosszul lesznek esetleg, és nem tudják, hogy mitől lesznek rosszul. Míg hogyha sikerül kideríteni, hogy mi az oka, akár egy fóbia, akár egy depresszió, akár más pszichiátriai kórkép, akkor arra tudnak kezelést kapni, és akkor ilyen szempontból megszűnnek ezek a tünetek. Komoróci doktor véleménye szerint a leghatékonyabb kezelési módszer a pszichoterápia. De az sem baj, ha valaki a jóga vagy a meditáció gyakorlatával találja meg lelki egyensúlyát. A lényeg, hogy ne hunyjunk szemet a probléma fölött. Véleményem szerint a leghatékonyabb, de egyben a legköltségesebb is a pszichoterápiás kezelés. Tehát ez lenne a legjobb. Ha más nem, mindenképpen betegklubokba érdemes eljárni. Tehát, hogyha valaki nem engedheti meg magának azt, hogy külön pszichológushoz vagy pszichiáterhez tudjon járni, akkor az is segíthet, hogy a betegklubokba egymásnak el tudják mondani a páciensek, miket éltek meg, hogy küzdötték meg ezt a dolgot. Mindenképpen én ezt tartom az egyik leghatékonyabb módszernek. Aztán a pszichoterápiának nagyon sokféle változata is, mert hipnózisban számoltak be jó eredményekről pánikbetegekkel kapcsolatban. Sokszor van az, hogy gyermekkorban valami olyan stressz érte az illetőt, amit nem tudott feldolgozni, eltemette magában, ő már erre nem is emlékszik, és egy mélyebb tudatállapotban tudja előhozni ezeket az élményeket, és akkor ott a pszichoterápiás ülés alatt ezeket fel is lehet dolgoztatni az illetővel, és kvázi, mintha meg is gyógyult volna, úgy is viselkedhet. Azért többségében sajnos a pánikbetegségre nem mondható el, hogy nagyon jól tudjuk kezelni. Azért is egyrészt, mert nehéz diagnosztizálni, nagyon sokféle betegségnek lehet az előfutára, vagy a összefüggésbe kerülhet. A pszichiátriai gyógyszereknek mindig nagyon sok mellékhatása van. Egy-egy nem jól eltalált gyógyszer esetleg több kárt is okozhat, mint hasznot. Tehát ezért, hogyha nem receptköteles gyógyszereket, csak orvosi utasításra szedjünk. Tehát ne legyen az, hogy a hozzátartozom szedi ezt a nyugtatót, hát én is kipróbálom. Ilyet csak gyógynövényes nyugtatókkal merjünk csinálni, mert bármilyen receptköteles nyugtatónak, altatónak lehetnek olyan mellékhatásai, amik esetleg a szomszédnál nem jöttek elő, vagy az ő betegségében indokolt a gyógyszer, nálunk pedig nem.
Tehát azért mondom ezt, mert sokszor hallom a betegektől, hogy tényleg kapkodják össze-vissza ezeket a receptkötenes nyugtatókat. Ezt ne tegyék, ezt szeretném, hogyha ez eljutna ez az üzenet. Viszont van nagyon sok olyan gyógynövény, készítmény, ami nyugtató hatású, lazító hatású, relaxáló hatású. Végülis a pszichoterápián túl talán a relaxáció az, ami még jó hatású lehet. Bár én ezt odasorolom tulajdonképpen, ez is egyfajta technika, a relaxációnak az elsajátítása, megtanítása és aztán az otthoni alkalmazása. Tehát ez mindenképpen hasznos lehet még. A teljes gyógyulásra van remény, ha a betegség időben való felismerése megtörtént, így a terápiás kezelés mielőbb elkezdődhet, melyben a beteg hozzáállásának is nagy szerepe van. Ez nem olyan egyszerű kezelni ezt a betegséget, mint mondjuk egy magas vérnyomás. Sokkal összetettebb a probléma. A beteg hozzáállásán is nagyon sok múlik. Illetve az, hogy milyen társbetegségei vannak. Tehát egy pszichiátriai betegnél sokkal nehezebb kezelni egy pánikbetegséget is. Viszont ha egy egészséges, fiatal embernél, akinek egyébként nincsenek szervi bajai, ott hamar ki is tudjuk deríteni, és hogyha tényleg tud élni ezekkel a lehetőségekkel, és ő is szeretné, nagyon fontos a beteg együttműködése, hogy ezért jó, hogyha van egy pszichológus, egy pszichiáter, aki tudja őt vezetni ezen az úton, nem azt mondom, hogy hetek alatt, de néhány hónap alatt ebből maradéktalanul lehet természetesen ebből is gyógyulni. Komoróci doktor többek között azt is elmondta, amennyiben a betegség már kialakult, az életmódváltással, kardiótestmozgással, egészséges táplálkozással, koffein, nikotin, alkohol kerülésével, legalább 6 óra éjszakai minőségi alvással elkerülhető a stressz okozta pánikroham. Amennyiben szüksége van segítségre, a Kossuth utca egy szám alatt található rendelőintézetben működő F-irodában pszichológus szakemberek állnak rendelkezésére. Most pedig Konyhasziget című gasztronómiai műsorunk következik. Üdvözlöm Önöket! Konyhaszigetünk soron következő adását láthatják. Minden háztartásba felmerül a kérdés, mit főzzek ma? Ezen szeretnénk segíteni Önöknek egy-egy rész bemutatásával, akár egy ebéd vagy vacsora elkészítését, könnyű ételeket szeretnénk Önöknek bemutatni. Farkas Ildikó kolléganőm szintén a mai alkalommal egy újabb ételt mutat be nekünk, annak az elkészítési módját fogják láthatni. Köszöntelek, Ildikó, mit készítesz ma nekünk? Üdvözlöm a kedves nézőket is. Ma egy almalevest fogunk készíteni, de nem a szokásos módon, hanem egy gyömbéres téli almalevest, amit vaníliás köres gombóccal fogunk tálalni. A második pedig egy töltött burgonyatekercs lesz. Egy darált húsos pörköltszerű, mert töltött burgonyatekercs. Nagyon jó. És a levessel fogunk most is kezdeni. Oké. Okay. Mi az első lépésünk? Az első lépés, megpucoljuk az almát. Rendben. Jó? Fel fogjuk tenni főzni, ugyanúgy, ahogy szoktuk. Tehát gyakorlatilag teljesen szokványos az almaleves, annyi lesz a különbség, hogy ebbe kerül gyömbér, és mézzel fogjuk ízesíteni, nem cukorral, és cashew-diót fogunk összepépesíteni vízzel, ebből nyerünk egy cashew-dió tejet, és ez lesz a sűrítőanyag még a tejszín mellé. És akkor ez egy megint egy más ízt fog neki adni. Úgyhogy remélem, hogy... Bonyolultnak hangzik, de nem viszont az, nem lesz de nem az. Igen, nem az. Én is kérek egy kés, és akkor... Segítek sem. Én is. Nézd el. Jó. Tudjuk dobni a kukába egyből. Honnan jött ennek az ötlete? Nagyon sokat nézem az internetet, ugye több oldalt is követek, főleg ilyen főzős oldalakat, és akkor hát almaleves, igen, jó, van a pudingos verziót, a pudingporral sűrítjük be, és akkor amikor ezt megláttam, hát mondom, hogy ezt ki szeretném próbálni. És ami a fontos, hogy ezt most csináljuk meg először. Tehát én is most fogom megkóstolni, de annyira izgalmas, hogy én úgy voltam vele, hogy nekem ezt muszáj kipróbálnom. Egyébként a cashew-dió finom, az alma finom, nagyon rossz nem lehet. Nyilván, viszont a gyömbért azt nem biztos, hogy sokan ismerik. Bár már ugye a multiba lehet kapni, nagyon egészséges, immunerősítő.
Így nagyon van. Sok mindenre ajánlják a gyömbért. Így van, szoktunk csinálni limonádét otthon. Víz, reszelt gyömbér, citromét belefacsarunk egy kis mézzel, és akkor bent áll a hűtőbe. Csak kimondottan télen szoktad használni? Hát nem, persze. Hát ahogy a recept megkívánja, attól függ. Nem. És akkor nem kell azt gondolni, hogy én otthon aztán csak ilyen fűszerekkel dolgozok, nem. De amikor... Tehát nem zárkózok el ilyen idegen ízektől. Egyébként a gyömbér azért már el van terjedve, hál' Istennek. Tehát egyre ismertebb, igen. Megfázáskor nagyon szokták ajánlani. Igen. Borzasztóan jó antibiotikumnak mondott, légútisztító. Többek között én is használom. Nekem is van otthon, mondja, nekem most porformájában van, de szoktam venni, úgyhogy le lehet törni egy kis darabot ott a borba, kimérős. Almával meg vagyunk. Így van. Mi következik? Szokásos módon feltesszük fűzni az almát vízbe, és akkor utána elkezdjük ízesíteni. Addig begyújtom a... Veszűsz helyet, és akkor idehozok egy... A nagyobbikat? Segítek. Igen, a nagyobbikat. És akkor egy kancsó vizet légy szíves, és akkor már tesszük is bele, amit kell. És szerintem még simán el fér egy. Bír egyel, igen. Akkor nem is mindet. És ezt nem fogjuk turmixolni. Szerintem nagyjából elég lesz. Oké. És akkor elkezdjük ízesíteni. Mézzel, egy kanalat kérnék. Nem akarom túl ízesíteni, mert nem szeretem cukorral egyébként annyira. Elég sűrű mézet használsz egyébként. Én sokat használok mézet, igen. Teszünk bele egy kis, ez ilyen cukorhelyettesítő és ez a fahéj. És most kerül bele a gyömbér, ugye ez egy új fűszer lesz az almalevesünknek. Hát körülbelül egy ekkora adaghoz mennyit tettünk bele, másfél liternyi víz, ugye három alma, ez egy két kávés kanálnyi, természetesen a szegfűszeg. És akkor most fogjuk azt csinálni, hogy vettem kesudiót, és ebből egy ilyen pépes, tejszerű dolgot kell vízzel, robotgéppel összedarabolnunk. Kérd meg. Megnézzük, hogy mennyire kell hozzáadagolni a vizet. Egyelőre teszünk bele egy picit. Miért a kettő húza belöntöm a vizet eddig. Jaj. Igen, nagy bolondja lenne. Majd megnézzük, hogy mennyi kell bele, mert mondom, ezt még én sem csináltam, de nyilván, hogyha úgy írta a recept, hogy tejszerűen kell kinéznie, akkor nem sok, igen. Hát majd teszünk bele. Biztos, hogy kell még egy pici. És igen, ezt elfelejtettem mondani, hogy ez natur kesudió. Tehát nem sózott, nem pörkölt, nem, ez natur. Jó. És akkor ezt úgy csináljuk, hogy ebbe fogjuk kikeverni a tejszínnel. Sőt, nem is nagyon fogom kivenni. Belöntjük a tejszínt. Egy nagyon pici liszttel, és gyakorlatilag ebben megcsinálhatjuk a hamarást is. De igen, ez mitől, amikor folyékony a főzőtejsz, valamikor meg ilyen szinte habállok, vagy krémállagú. Ez soha nem. És valamikor ugyanazt a márkát veszem, tehát ez mitől? Én nem tudom, én még ezzel a márkát, én ezt a márkát szoktam venni, én még ezzel nem jártam, hogy folyékony legyen. Nagyon folyékony legyen. Szerintem akkor ez márkafüggő. De hogy az a jó, vagy ez a jó? Ezt soha nem tudom. Egyébként teljesen minden, mert nem rossz, tehát egyik sem rossz. Most ez attól csak... függ szerintem, hogy milyen ételhez. Ha sűrűre akarod, tehát ilyen krémes jelleget akarsz elérni, akkor ahhoz szerintem ez jobb. Szerintem is, igen. Teszünk bele egy pici lisztet is. Szerintem már nyugodtan beletehetünk. És majd nyilván a főzőlével
Ilyenkor majd tehetünk az egy kis lisztet is szerintem, Marcsi. Vagy vizet, lisztet. Igen. És akkor... És nem kell robotgép. Mennyit? Ezt szerintem még lesz egyelőre, majd mindjárt megnézzük. Aha, még egy kicsit kell. Tanállal néznek. Nem, itt már látom, hogy kicsit felkavarom a lisztet benne. Na jó lesz az. Kézzel nem tudtam volna ilyen csomómentesen kavarni egyébként. Na még egyet. És az már szerintem jó lesz. Oké. Okay. Jó, szerintem kivesszük belőle a kis kést is. És akkor szerintem ez így fog maradni, amíg fel nem fő a levesünk. És akkor azt mondom, hogy készítsük el a köles gombócot. Rendben. Mi szükséges hozzá? Ugyanazt szükséges, mint a legutóbbi alkalomkor, tehát ugye a kölesről tudni kell, hogy ugyanúgy kell főzni, mint a rizst, annyi különbséggel, hogy háromszoros vízmennyiség kell hozzá. Most ez egy háromnegyed bögrényi köles volt, akkor háromszor háromnegyed bögrényi vizet öntünk hozzá, ugyanúgy mézzel fogjuk ízesíteni, és vaníliával. Lehet, hogy úgy fogom csinálni, hogy átteszem a levest a nagyobb lyukra. És abban egyébként került vaníliás cukor. Igazad van, abban igen? Nem tettünk vaníliás cukrot. Most igazad így, van. Hogy mondtad, igen, hogy ebbe de is nem kell. Nem kóstolunk el vele szerintem. Sem. Úgyis kóstolnunk kell még. Hát körülbelül ebbe is egy egész csomaggal és ebbe is. Sőt, ebbe kicsit talán többet teszek, mert kevesebb. Egy-egy csomag van, ugye cukor tehát, és akkor ebbe is teszünk egy pici mézet. Nem tudom, egyébként az édes jellegű ételeket nem szoktad egy picit, egy pici, icipici sóval ellensúlyozni? Tehát azt mondták nekem annak idején a szüleim, hogy mindig kell bele egy picike kis só. Nem tudom egyébként, hogy kihozza miért. A savas részét, vagy meghozza az ízeket? Egyébként igen, én is hallottam valamit, amikor teszek valamit, akkor nem fogok nézni tennénk vele. Egy icike-picike. Én mindig szoktam a gyümölcslevesbe is. Igen? Igen. Na, jó, azt figyelj, teszünk bele. Biztos, hogy van benne ráció, mondom, süteményekben is van, amelyikben kifejezetten kér. Elrontani nem fogja. Jó, akkor szerintem ebbe benne van minden, a levesünk fő. Én azt javaslom, mivel a következő ételünk is olyan, aminek elő kell készülni, ugye a pörkölt és a burgonya, kezdjük el azt is. Jó, itt lesz a... Ezt még föl kell kockázzuk? Hát jó igen. Lenne. Igen. Megfőni. Igen. És akkor én miben tudok neked segíteni? Abba segíts nekem, légy szíves, hogy szeleteld föl a gombát apró darabokra, és a répát is kis apró kockákra, vagy karikákra. Jó, rendben. Azt majd a darált húshoz fogjuk tenni, ez pedig maga a tészta lesz. A gombát mennyire apróra gondoltad? Körülbelül igen. Úgyis össze fog esni, igen, úgyis össze fog esni, ez egy töltelékben lesz benne. Ugye a darált hússal fogjuk... Még egy picit apróbra, jó? Darált hússal együtt fogjuk együtt megfőzni. Nyilván összeesik persze, csak... Igen, de akkor se jó, hogy ott van egy darált hús, kicsi apró répa, a gomba meg ilyen óriás nagy darabok. Körülbelül a recept szerint tehát 1 kiló burgonyát fogunk megfőzni. A darált hús pedig 1,5 kilót vettünk. Nagyjából ez az arány. Aztán, hogy ebbe ki mennyi gombát szeretne rakni, ez teljesen oda van bízva, aki gombával, gombával, anélkül is lehet, tehát nem lesz belőle gond. Mint van, aki nagyon szereti, én például igen, nagyon szeretem a gombát. Bár azt szokták mondani, vacsorára ne készítsenek gombásat, mert az megüli a gyomrot, tehát a gyomrán... Reggelire se tudok enni, úgyhogy, de imádnám, ha ehetném. Szoktál töltött gombát csinálni? Nagyon régen csináltam, amikor még tudtam enni, azóta meg önző módon nem csináltam, bár a gyerekeim szeretik a gombát. Szoktam gombapörköltet, gombás húst,
Ritkán. Az a baj, hogy ilyenkor önző módon, tehát mivel nem tudom megenni a gombát, ezért nem jut eszembe. Tehát de, ha gyerekek, fiúk szólnak, hogy gombás valamit szeretnek ennek, akkor nyilván, de nagyon szeretnék egyszer enni ilyen erdei gombából valamit, azt megmerném kóstolni. Felteszem sós vízbe a krumplit főni közben. Feltéve be tudom gyújtani. Imádom, amikor minden egyes rózsán ég valami, ez a legjobb. Sima sós víz. Jó, én meg addig így van. Én meg addig feldarabolom a hagymát. Nálam találod. Ja, oké, hozok egy tányért. És akkor szerintem pontosan, amíg a krumpling meg fog főni, és még kicsit ki is fül, addigra ez a pörköltszerű töltelékű meg is fog főni. Megkérhetlek egy szívességre? Ide nekem ezt a deszkát? Hogyne, természetesen. Nem, én úgy nem tudtam, tehát az ottal így hagymát. Nem, anyukám szokta úgy. Képtelen nem vagyok. Tudom. Képtelen vagyok. Jó, akkor. Igen, hogyha fele így beleesne a fazékba, amiben főzök, vagy serpenyőbe, vagy nem tudom miben, mert biztos, hogy nem tudom úgy elvágni. Talán ez nekik onnan jött, a szüleiktől hozták, anyuink, hát nálunk már ugye komfortkonyha, vágódeszka, náluk kint nem volt. Tehát a földeken nem volt vágódeszka. Ja, igen. Felrakták főni bográcsba az ételt, nem volt vágódeszka. Nyilván, meg kellett oldani. Így van. Visszatérve, múltkor mesélted hogy nátok hogy főzik a toros káposztát, hogy nálunk való 13 kilométer. És ugye lement ez az adás, ja, és akkor meséltem neked, ugye, hogy anyu csinálta így is, úgy is, mind a kétféleképpen. Lemegy az adás, anyu telefonon, hát te Ildikém, hát én is úgy szoktam csinálni, ahogy a Malcsika mondta. Hát tudod, hogy mondom, mama, én nem tudom, hogy hogy tetszik csinálni, komolyan mondom, én azt hittem, hogy ez csak ilyen, nem. És ő is ugyanígy készíti. Hát na, megint tanultam valamit. Akkor csak nem olyan távolság ez a és távolság. És nem, és mondja, hogy ő is ismeri, és ő is így szereti, ráadásul így is szereti. Ezben nézem az almát. Kölessünkre ránézem, egy igen, pillanatra, mert szerintem tartalékra lehet, hogy le kell venni, és már felfőtt a víz. Megnézem, mert szerintem egyébként magába az almalevesbe még mézet szeretnék rakni. És kell is. Jó, hát mondjuk ennyi vízbe sejtettem, hogy nem lesz egy kanállal elég. A sárgarépát, Ildikó, kockára? Kis kockákra, ugyanúgy. Kocka. Hát jó. Igen, igen, okay. Igen. Nagyjából, hogy egyszerre azért megfőjön a hússal és a... Oké. Okay. Szerintem közben át fogom rakni még egy másik lyukra a kölest. Egyébként azért is kell egy icipicit hosszabb lével főzni ezt a levest, ahogy olvastam, mert ennek ugye lesz egy másik betétje is az almán kívül, a gombóc. Tehát nem ragút szeretnék, hanem levest. És most az egyszer főzünk olyat, amit még nem volt időt kipróbálni. Így van, ez most mind a kettő olyan, amit én még nem próbáltam. Igen, ez most ilyen. Jó, majd teszem. De ez benne a szép, nem? Így van. Most annyira nagyon elrontani, most mit tudom, max, ha elrontjuk, akkor legalább látja a kedves nézőink is, hogy akkor sincs baj belőle, majd a következő sikerült. Ha finom, akkor biztos, hogy megpróbálom még egyszer. Szerintem nagy elrontani való nincs benne. Ideálnánk, és akkor egyből ilyen, nem tudom, milyen hiper-szuper dolgokat csinálnánk. Azok nem mi vagyunk. Azok nem mi vagyunk, igen. De bár Gordon Ramsay állást ajánlott mindkettőnek, tudja róla, de azt mondtam, hogy nem, nekünk mi ezt szeretnénk csinálni. Jó, én közben fölteszem a serpenyőbe a darátkúst, hagymát pontosabban először, mert most el fogjuk készíteni a burgonya tekersnek a töltelékét. Ehhez lesz egy kis olaj. Gyakorlatilag egy darálkós, egy pörköltszerűt fogok föltenni. Ez annyira jó az a serpenyőt, hallod? Ilyet vadászni fogok valahol, az biztos. Én csak a súlya miatt nem szeretem.
Hát ilyenkor nem kell emelgetni. Igen. Csak egyszer, mikor a teszed? Bodybuilding-es serpenyő. Ennek még kell, még nem fűtte a levét. Tehát akkor fogjuk a köles alatt eloltani a tüzet, amikor teljesen a levét elfűtte, befedjük, és akkor utána dagadhat. Jó, beleteszem a hagymát. Nos, a hagymát felraktuk pirítani, mi a következő lépésünk? Következő lépésünkbe habaljuk az almalevest, még egy pici vizet öntöttem rá, amennyit elfőd, nyilván csak annyi, mert egy picit felfő, és gyakorlatilag az jó is lesz. Ehhez fokhagyma? Igen, még egy picit hagyom pirítani. Kockázzam fel addig? Igen, légy szíves. Piros paprika már itt lesz. És közben megfőtt a kölesünk, eloltam alatta. Remélem jót fogok eloltani, igen. Lefedjük tányérról, otthon is így szoktam, tehát. Szóta csózni egy picit a hagymát, általában hamarabb pirul. Ezt én nem is tudtam. Igen. Na, akkor most én is. Mondtál újat. Mondtam újat. Mm-hmm. Aha. Jó, mehet szerintem bele a fokhagyma. Ennek nem sok kell. Megtaláljuk, hogy ide hozod a darált húst, hogy ne kibontjuk, és akkor ma mindjárt az is mehet, hogyha piros paprikát egy kicsit. Na, hogy megkeseredjen. Ugye ezt mindig tanították anyujék, gondolom neked is. Én ilyenkor egy icike-picike vizet szoktam, igen, csak azért, hogy visszafogjam a... Igen. Jó. Szuper, nagyon jó. Ez már innen már nem fog megkeseredni. Mehet bele a darált hús. Ilyenkor szokott beleesni a papír is. Igen. De hát azt lehúzzuk róla. Jó. Jó. Egyszerű. Jó. Visszaadom. Okay. Köszi. Jó, és én most ezt egy kicsit hagyom, hadd fehéredjen ki a hús, amíg kifehéredik, addig viszont most már behavarjuk a levest. Itt van nekünk ez a kesudiós, tejszínes... Nagyon finom valamink. Nagyon finom valami, ez még tényleg egy nagyon finom valami, nem tudom eldönteni. Arra, hogy arra ne menjen már bele. A szemüvegem az azóta persze tisztára behárásodott, igen. És szeretem. Az biztos, hogy nem ez csomósat a lisztől. És gyakorlatilag kész a levesünk? Gyakorlatilag egyet. Rontjan, ahogy szoktuk. Uh-huh. Igen. És kész a levesünk. Szépen fehéredik ki a húsunk. Amit megfehéred, utána már tehetjük is bele a gombát, répát, és pontosan egyszerre meg fog főni. De jó, hogy most ez egy kicsit gyorsabban főne. Még szerintem fel, igen. Szerintem ez a lábas, ez a tipikus jó lábas, ami nem tud leégni benne semmi. Ettől fogva egy picit lassabban is melegszik, mert nem baj, ráérünk egyébként. A krumpinak úgy is még fűni kell, annak ki is kell majd hűlni, úgyhogy... Viszont tudod, mindig abban a hibámban esek bele, hogy ez olyan nagyon dupla aljú, és 3/4 fővésbe elzárhatnád, mert attól a hőtől, ami még az edény tart, attól még megfő. Egyébként és igen. Én ezt mindig elfelejtem. És mindig túlfőzök minden. Pont azt akartam mondani. Hogy állunk, Ildikó? Úgy állunk, hogy megpirult a hús, beletesszük a gombát és a répát, és utána pedig fogjuk ízesíteni az egészet. Egy kicsit hagyjuk. Akkor szeretek ízesíteni, amikor már minden benne van, akkor látom a mennyiséget. Uh-huh. Nyilván már most ugye szemmel. Igen, a répát is beletesszük. Kicsit hagyom párolódni, már most már elkezdem egyébként sózni, borsozni. Úgy, de jó színek lesznek. Mondjuk egyébként, most, hogyha otthon lennék, most így hogy nézem, hogy hogy néz ki, mégis petrezselyemzöldet biztos tettem volna bele. De hát ezt már mindenki saját. Oda bízzuk. Így van. Jó.
só bors. Ugye a fokhagymát már megkapta. Egyébként ebben sem lehet még rossz a római kömény, nem? Valószínűleg szerintem ilyen alapízesítés, tehát ha recept alapján gondolom, hogy alapot azt elrontani nem lehet. Így van. Mondjuk meg így első próbálkozásra szerintem meg fogjuk kóstolni, aztán majd... És utána meg legközelebb hogy fogjuk csinálni. Így van. Jó, én ennek öntök alá egy pici vizet most már. Keveset, mert a gomba úgyis engedni fog valamennyit, és ugye nekünk ez nem szabad, hogy folyós legyen. Így van. Nem is teszek bele többet, majd mindig utána öntünk inkább egy picit, és akkor majd látjuk, hogy hogy alakul. És akkor lefeded? És akkor lefedem most, igen. És ennyi. Megfőtt a krumplink, Ildikó. Így van. Le is szűrted. Le is szűrtem. Most áttesszük egy lábasba, vagy tálba. Hűlni hagyjuk. Így van. Én azért egy kicsit áttöröm, szerintem hamarabb fog hűlni. Egy krumplitörőt hozzak. Igen. Hát ez körülbelül egy kilónyi krumpli. Tudod, nem mérünk? Nem. Mondjuk nem szoktam a burgonyát otthon vagy a krumplit mérni. Szemre. Minden egyes alkalommal, hogyha vendégek vannak nálam, és krumplipürét csinálok, soha nem tudok úgy adagot készíteni, hogy nem maradjon ki legalább a fele. Nem. Tehát krumplipürét nem, igen. Mindig olyan sokat csinálok, és de megfogadtam, hogy nem. Jó, ezt most egy picit hagyjuk hűlni, addig megnézzük a ragunkat. Ó, de jó. Hát ennek majd el kell főni a levét nyilván, mert szerintem, ha a felőt nem teszed vissza, akkor... Szerintem is már nem teszem vissza. A gomba is összeesett. Jó, ezt már csak el fogjuk főni, mert ugye a darátus az nagyon hamar megfő. Jó. Kölesünk az, hogy áll? Azt is megnézed, már akarom nézni, megpillantod. Igen. Nagyon forró lesz? Egy kanállal akarom megnézni, hogy lehet-e gombócolni. Ezt majd kézzel kell gombócolni nyilván, mert de össze fog ez szépen tapadni, jó lesz az. Nyilván ezek nem lesznek olyan hatalmas, óriási gombócok, mint a... Vagy annyira nem fog összeállni, mert szét fog ugye... De... Előbb-utóbb, tehát a levesnek a levébe szét fog esni, valószínű. Van, de ez is édes. Tehát ugye ez most a múltkor sósat főztünk kölesből, tudod, köretnek, ez most édes lesz. Nagyon jó, mert ugye többféleképpen is föl lehet használni. Igen, szerintem nem sokkal gombócolható. Azért nem akarok még belenyúlni, mert kicsit forró. Forró, az igazság. Persze. Jó, ezt még kicsit kavalgatjuk át, hogyha hamarabb. Egy villámmal, figyelj, rá segítek szerintem egy kis... Ez már úgy sem kell neki. Levegőt viszünk be, akkor hát ha hamarabb hűl. Még a tojást sem merem beletenni, meg a vajat, mert esetleg a vajat talán bele lehetne tenni, hogy az megolvad úgyis. Úgy írta a recept, hogy egy kilóhoz körülbelül 10 dek a vaj, és azt felteszünk bele valamennyit. Szereted az ilyen krumplis tésztákat egyébként? Igen. Azt mondják, hogy könnyít rajta a kelt tésztán. Puhábbá, lágyabbá teszi, mármint a kész tésztát. A lángos is finomabb, hogy a krumplis, én legalábbis. Krumplis tésztá... Hol? Anyukád biztos, hogy ismeri 100%, és szerintem biztos, hogy te is. A fahéjas. Dübbencs? Igen. Ismeri, persze. Mama rengeteget csinált. Én ezt nagyon szeretem. Jól és szerintem azóta sejtünk, hogy mama csinálta. És a vízen kullogó? Azt is ismerem, igen. Déd nagymamám sütött sokat. Viszont a krumplis, vagy a fahéjast, azt anyósom meg szokta sütni. Ó, de jó. Úgyhogy mi szoktunk enni.
Hogy állunk a krumplival? Megnézem egy picit, hogy elég sós-e. Szerintem igen. Jó, tettük bele még egy borsot is, ugye? Így van. Hogy látod, mehet bele a hűlt annyit, hogy a... Szerintem igen. Jó, akkor belőtünk két tojást. És a lisztet hozzam ide? Igen, légy szíves. Szerintem már lassan. Ez is sokat hűlt rajta. Kanállal szoktad mérni, vagy borítod? Hát 20 deka kell. Hát úgy is látjuk az állagát. Egyébként kb. 20 dekát ér. Kanál. Mennyi egy kanálliszt? Van nem, egy szakáskönyv, a horvát Ronda szakáskönyv, és ott van benne, hogyha valakinek nincs mérlege, tudod, akkor hány igen. Kanál. És nem tudom a liszt mennyi. Hát kb. 20 deka, abból nagyon pici hiányzik. Igen, én is így szoktam mérni egyébként. Igen. Mehet kb. Szerintem. Hát. Ennyi biztos, hogy fog kelleni, persze. Még szükséges. A krumplis tésztát Ildikó összeállította, kicsit félretette, hogy a liszt felszívja a burgonyában lévő nedvességet. Eközben a köles hűlt annyit, hogy formázható legyen, így ki tudjuk tálalni a levest. Nos, a ragunak még kell egy kicsit, hogy a levét elfője, addig kitálaljuk a levest. Tálaljuk. Gombócolható akkor a... Igen, annyit nem hűlt. Forró. Így van, jó. Most már bele tudunk okay. Nyúlni. Akkor hozunk egy tányért. Előbb a gombócot teszed, vagy pedig van? Szerintem előbb tegyük a gombócot, és szedjük le a levest. Hát olyan kis diónyikat gondoltam. Kíváncsi vagyok egyébként. Én is. Egy gyümölcslevest. Én is. Nem kell bele sok azért. Tehát most kicsit sok kölest is főztünk, mert ugye mi nem mérünk semmit. Szerintem sok éhes száj várja ezt. De bár, mivel nagy adag levest főztünk, igen. Szerintem tegyük egyelőre ennyit, és akkor majd látjuk még utána, hogyha még a tetejére teszünk el. Én még díszítésként egyébként megszórnám egy kis fahéjjel a tetejét. Igaz, jogos. Na megnézzük, mit főztél, Ildikó. Mit főztünk? Mert ez most nagyon. Na kíváncsi, hogy fogjuk benne érezni a kesudiót. Először a levét kóstolom meg akkor. Igen, egy picit. Én legalábbis egy picit érzem. Lehet belőle nyilván többet tenni. Elbírt volna még kesudiót, szerinted? Vagy nem? Szerintem még nekem... elbírt volna. Mivel még nem ettem ilyet, én nem tudom az összehasonlítást. De nekem finom. De érződik benne. Persze. Egyébként jellegzetes, tehát almaleves, fahéj, de valahol mégis van egy kis pikánság benne. És szerintem a kesudió adja. Szerintem, mivel nagy mennyiséget főztünk, most én nem mertem olyan sok kesudiót tenni bele, mert hogy még először csináltam, hogy először érezzük azt, hogy egyet illik-e hozzá, de szerintem simán. Tudod, mikor az almát, ha szétharapod, akkor érződik. Meg, akkor érződik. Szerintem belefügg az almába az íze. Mindenképpen érződik. Így van. Igazad van. De nagyon hát jó, hogy vágyat.
A már kihűlt krumplis tésztát sütőpapíron a megfelelő méretre nyújtotta, ezután a már kész ragút a tetejére terítette, és mint egy kalács tésztát feltekerte. Nos, a krumplis tésztánkat már elkezdted kinyújtani, mindjárt be is fejezed. Így van. Egy sütőpapíron kezdtem el kinyújtani, nagyjából olyan fél egy centis vastagságot, ezt úgyis fel fogjuk tekerni, és akkor most szépen rá fog tenni a ragút, és megpróbáljuk ügyesen, ügyesen föltekerni. Hát azt nem mondom, hogy gyönyörű lesz, de bízunk benne, hogy fog sikerülni. Még egy picit. Azért nem mutatom minden momentumot, mert hát nyilván oda teszem, kinyújtom, tehát most azzal nem akartuk húzni az időt. És akkor szépen. Segítek neked megfogni ezt a... Azt megköszönöm. Nagyon nehéz serpenyőt. Tényleg nagyon nehéz egyébként, nem is tudom miért. Milyen félkézzel nem lehet. A nagyon levét azt nem akarom beletenni, mert ne áztassa el, úgy is lesz rajta lé. Csak egy villával. Megpróbálom egyeneset elteríteni. Hát nem sajnáltok belőle a töltöléket. És ez csak egy fél kiló darált hús. És ez egy fél kiló darált hús. Megpróbáljuk valahogy úgy föltekerni, hogy ne hulljon szét. Úgyhogy előre elnézést kérünk, hogyha egy kicsit böteleszek. De megpróbálok az lenni. A szélére megpróbálok így. Nagyjából szerintem úgy, igen. Ahogy igaz. Na, lássuk a medvét. Közben hozom a tegsét, amivel majd bekerül a sütőbe. Egy sütőpapírt tegyek erre is? Mert szerintem igen, persze. Belülne azért egy kis tölteléknek a leve. Kicsit csinosát. Kíméljük magunkat a mosogatást. Így van. Mert hát ugye ezért fog kifolyni egy kis lé is. Így van, könnyebb kiszedni. És megpróbálom valami... Vigyázz. Nagyon óvatosan áttenni, de szerintem... Segítesz, igen, áttesszük. Mert igen, széttörne. Tehát ez így. Esetleg ki is húzhatjuk onnan. Azt mondjuk, hogy ezt igen, azt akartam. Jó. És akkor itt egy kicsit formázunk rajta. Díszítsük ki, hagytam egy kis tésztát. Én azt nem tudtam először, hogy miért rakott félre. Hát nem tudom. Tudsz gyurmázni? Mondjuk én ez annyira nem nagyon. Nem tudom, mit csináljunk belőle. Nem tudom. Gilisztát tudok csak előre szólni. Egy kicsit lisztesz. Igen, neki én is kérek. Kezünket, mert oda fog ragadni. Kirisztát, azt nagyon jól tudok. Igen? Biztos. Igen, igen. Mit szeretnél? Kis? Ért. Csinálj ilyen virágokat rá aztán. Te mit csinálsz? Nem tudom mi. Jó, lehet van egy kis szemes borsunk, esetleg szezám magam, meg lehetett volna még szórni. Egyébként most ezt be fogjuk tenni sütni, vagy sülni. És egy 40 perc sülés után, vagy 30 perc sülés után kivesszük, lekenjük tojással. Na jó, én azt mondom. És utána én sem teszem rá. Szerintem tegyük be a sütőbe. 30 perc után kiveszem, és igen. Utána fogom lekenni, és utána visszateszem, már csak rápirul a tojás. Jó. És akkor szépen egybe fog maradni. Hogy áll Ildikó a töltött húsos krumplis tésztánk? Kész van. Ezt azért mondjuk el a kedves tévénézőknek, hogy sütés előtt 10 percen, mikor már készesült, akkor lekentük egy tojással, és visszatettük a sütőbe, és az előbb ránéztem, megsült, úgyhogy ki is vehetjük. Milyen szép igen. Nagy lett. Szuper. Érdekes, mert egyébként nem is éleszős, és mégis úgy megnő. Kikapcsoljuk a tűzhelyet. És hát most én nem tudom, én megpróbálom megszelni, nyilván meleg. Egy picit szerintem várjunk, mert szét fog esni. Addig mondjuk már el, hogy előmelegített sütőt
Igen, előmelegített sütőt, persze. Körülbelül hány fok? 180? Körülbelül 200 fokra betettem, körülbelül fél órát sütöttem, 30 perc után kivettem, lekentem egy tojással, és visszatettem 10 percet. Hát ugye a 40 perc sütés kell neki. Ha megnézzük, tehát ugye a krumpli meg van főve, a tojás kell megsüsse, meg a közepe nyilván mivel lisztes, vajas tészta. Szóval. Szerintem próbáljuk meg szelni. A mondó vagyok. Minden a végéből látok egy darabot. Nem kéne, megfogjam a tepsit egy kicsit. Szerintem megoldjuk. Szuper! Hú, de jól néz ki, nagyon. És nem fog szétesni. Hát szerintem egy jó únyi vastagokra szerintem. Csak kicsit forró. Egy papírtörlőt, hogy adnál nekem, akkor nem kézzel nyúlnék oda. Nagyon szépen lehet szelni egyébként, nem bukik szét, úgy látom. Éppen kolléganő mondta az előbb, hogy ebből a tésztából szokta a pizzát. És ez tulajdonképpen köret sem kell, mert krumplis a tésztánk. Így van. Ez gyakorlatilag egy tál étel, kis salátával lehet enni. Maximum igen. Igen, egy kis saláta. Kár zöld saláta, vagy ez majd egy kis teljes szétbukott, de megpróbálom is szépen állni. Hát bocsánat a tárolásért. Igen, meleg. Uh-huh. De szerintem elnézik ezt nekik most a kedves nézik, hogy nem fogunk itt 40 percig állni, míg meghűl. És gyakorlatilag... De egyébként szép lett, ezt megnézhetjük? Persze. Tehát nem vastag a tésztája? Nem. És át is van sülve, és tehát látszik, hogy át van sülve. Így van. Nem áztatta el a pöri. Igen, mert azért pontosan azért főztük el a levét, hogy a lé nem menje bele. És még látom, még így is kifolyt, az a kevés is pedig. Egy kis zsírt csak engedett a hús. Így van, szerintem. Így van. Szuper. Egy kis zöld salátával, kis salát öntette szerintem első osztályú, hogy vacsorára. És nézd meg, tehát ha megnézzük, egy kis tészt, egy kis krumpli, fél kiló darált hús, és ebből ez nem egy négyfős családnak. Egyébként valóanak. Pillanatok alatt összeállítható. Annyi, hogy várni kell, amíg a krumpli kihűl. Ez viszont igen. Vagy meggyorsíthatjuk a folyamatot, ha megfőztük a krumplit, hideg vízzel gyorsan leöblítjük. Egy kicsit hideg vízbe tesszük, akkor gyorsabban hűl. Ez a heti konyha sziget tippünk. Jó étvágyat kívánunk hozzá, mert kóstoljuk illik. Természetesen. Okay. Tulajdonképpen egy krumplis tészta. Így van. Szerintem tök jó íze. Vendégvárónak is nagyon jó így szerintem. Hidegen is tudod enni, melegen is tudod enni. Ildikó, ez alkalommal is köszönöm neked a segítséget, azt, hogy újból mutattál nekünk egy lehetőséget, hogy mivel készülhetünk otthon. Ugye nagy dilemma mindig, mint ahogy említettem igen. Az elején, hogy mit főzek ma, akár vacsorára, akár ebédre. Szerintem tökéletesen megteszi egy tálétel, vagy akár a leves. Nagyon szépen köszönöm újra. Önöknek köszönöm a figyelmüket, találkozunk legközelebb is, viszontlátásra. Viszontlátásra.